Sziasztok! Akkor folytassuk is a ételeket a 18. részel és a 18. átétel tanulásával. 18. átétel. Hogyan történhet a forgómozgás mozgás átszármaztatása? az egyes hajtási módok szíj, lánc, fogaskerék jellemzőiről, felépítésükről. Kulcsok és fogalmak, tehát dős hajtás, szíhajcás, lánchajtás, fogaskerékhajtás. Dörs Kisebb teljesítmények egyik forgó egy másik dörs hajtás segítségével vihető át. Ennek legegyszerűbb módja, ha a két tengelyre egy-egy hengeres vagy kúpos tárcsát erősítenek, majd palástjukat egymáshoz szorítva a súrlódás segítségével a forgó mozgás és a nyomaték átvihető a másik tengelyre fokozatmentes fordulatszámváltoztatás valósítható meg. Tehát itt látunk kettő hajtást. Tehát dörzshajtás segítségével vihető át. Tehát egyik tengerről, egy másik tengerre, és ez egy kúpos tárcsa. Nézzük is meg a szíjhajtást. Szíjhajtás történhet lapos szíjjal, tehát lapos szíjhajtás. A lapos az ipari forradalom alatt terjedt el széles körben. Az üzemek energia szükségletét gőzgép látta el, mely egy központi közlőműtengeit, tengelyt, transmissziós tengelyt hajtott meg. Ez a tengely általában a műhely mennyezetére szerelt csapágykonzolokban forgott, innen hajtották a lapos az egyes gépeket. Malongépeket, textilgépeket vagy szerszámgépeket. A lapos egyszerű, könnyen gyártható és üzemeltethető hajtás. Használható két párhuzamos tengely egyirányú, ellenközi irányú hajtása is, ugye a kitérő tengelyek összekötésére. Laposszia könnyen megvalósítható az áttétel változtatása is, egyfajta sebességváltó is. Ehhez egymás mellett több változó átmérői szírtárcs szírtárcsából álló részt használnak. Mégpedig úgy, hogy az egyik tárcsán balról jobbra növekednek a csatorn... Csa... átmérők, a másik tengerről jobbról balra. A megfelelő tárcsán mérőket úgy kell megválasztani, hogy adott tengelytár mellett a szíj minden variációban feszes maradjon. Az áttétel váltását két ágú villával oldották meg, melyel a szíjat át lehet csúsztatni egy másik tárcsára megfelelő fölkozat eléréséhez. Egyébként a álló fúrógépeken is ez van. Van egy ilyen szíj, és ugye föl kell nyitnunk a fúrógép tetejét, az ilyen oszlopos állványos fúrógép tetejét, és ott a szíjat szépen így kézzel lejjebb vagy feljebb csúsztatni ezeken a tárcsákon, utána visszafeszíteni őket, Utána lezárjuk a doboztatót, és már is állítottunk a fordulatszámot, tehát nem bonyolult. Tehát a futófelülete krombőrözési bőr a színtárcsának, polimaid vagy poliészter vonó réteg van benne, és PVC be bevonatú textilszövet vagy bőrfedő réteg van rajta. Nézzük is meg az égszíjat. Ezek a szíjak trapéz, keresztmetszetűek, keskenyedik, és a keskenyebbik oldalukkal a tengely felé szerelve. Az égszíj előnye, hogy megnöveli a súrlódási erőt a tárcs és a szíj között. A trapéz alakú horonyba a szíj belefeszül, így nagyobb normális erő mellett sem nő nagyon a tengely terhelő erő. Szabványos méretek. Alfa egyelő 20 fok. Tehát alfa egyenlő 20 fok. Esetén a súrlódási erő azonos szíjfeszítés mellett körülbelül a lapos szíjhajtásnál szokásos érték háromszorására növekszik az ékszi alkalmazásával. Vagy ugyanakkor a teljesítmény harmad akkor a csapágy terheléssel vihető át. Az égszíjhajtásokat kisebb tengelytávnál lehet használni. Égszíj trapézkereszt metszeti, ugye, mint már beszéltünk, kordbetétes, gumitöltésű, végtelenített szíj. Több pályás égszíjak nagyobb nyomatékok átvitelére használják, szírtárcsába párhuzamos hornyakat alakítanak ki. Tehát van több pályás és fogazott égszíj. Amiről beszéltem oszlopos fúró vagy állványos fúró, abba is hasonló van. Bordászi. Az égszíje speciális változata. Fogazott a szelvénye, tehát több egymásra párhuzamos kis égszíjként működik, de egy darabból készül, ezért nem jelentkeznek a gyártási eltérésekből adódó hibák. Szelvénye sokkal alacsonyabb, de szélesebb, mint a hasonló teljesítményű égszíjé kisebb a tömege, nagyobb fordulatszámot képes elviselni, és hajlékonyabb is. És akkor van még egy fogasszí is, amit mindjárt megmutatok. Fogaszi újabban készítenek fogazott szíjakat is. Ezek ellentétben a súrlódás segítségével kapcsolódó szíhajtásokkal pontos szinkronhajtást tesznek lehetővé, megtartva ugyanakkor az égszíjhatás számos előnyét. Egyszerű kezelhetőség, egyszerű szerelés, zajtalan, nyugodt üzemét, rezgéscsillapító képességét. Ilyen szíjat használnak a belső égési motorok, szelepeit működtető vezérműtengelyek hajtására, tehát autó, autó hajtására ilyet használnak. Ugye ezzel váltották ki a régebbi autók lánchajtását. Anyaga a kenőolaja szemben ellenálló kell legyen, tehát ennek a fogasszínak. Hátránya viszonylag költséges az előállítása, és az, hogy fogazott tárcsákat kell hozzájuk beépíteni, nem védenek a túlterhelés ellen. Fogasszi. A fogasszíhajtás, a szíjhajtás és a lánchajtás előnyeit egyesíti. Ugye kis elő, előfeszítéssel csúszásmentesen viszi hát a mozgást. Megfelelő csillapítás a csendes karbantartást nem igényel. Fogas rugalmas, hajlékony, nagy szilárdságú műanyagba ágyazott, sodrott acélhuzalokból, készült húzó elemekből, pászmákból épülnek fel. Az alkalmazott műanyagok kopásállók ezért fogasz így. leggyakrabban alumínium ötvezetből készült, fogazott szítárcsán kenés nélkül futhat, tehát ezen a fogazott szítárcsán kenés nélkül fut, karbantartás nem igényel, de viszont drága. Nagyjából így röviden erről ennyit. Akkor most folytassuk is a lánchajtással. A lánchajtás a mechanikai energia átvitelének egy módja két párhuzamos tengely között. A két tengelyre lánckerék van szerelve, melynek fogaiban alkalmasan készített lánc illeszkedik. A nyomaték átvitel a lánc segítségével történik. Gyakran használják járművek, különösen kerékpárok és motorkerékpárok hajtására, de ezen kívül igen sok más helyen is alkalmazzák. Leggyakrabban a külön erre célra a csapós hüvelyes görgős lánc, szemes lánc. Hajtóláncként való használata megoldható, de zajos. Egyenlőtlen üzeme és bonyolult gyárthatósága miatt ritkán alkalmazzák ezt. Néha a láncot nem tengelyek folyam folyamatos ha meghajtására, hanem terhek felemelésére vagy egyszerű korlátozott távolságokkal való mozga, mozgatásra használják. Legtöbbször azonban a lánc végtelenített, és két lánckerékhez, a hajtó és hajtott lánckerékhez kapcsolódik, máskor egyszerre több hajtott lánckeréken van átvetve, és egyilejük több tengelyt hajt meg. Van, vannak olyan lánckerekek, melyeken teljesítmény nem történik, csak a lánc feszesen tartása céljába építik be a rendszerbe. Ezek a láncfeszítő görgők, ha a hajtó és hajtott kerék fogszáma eltérő lánckerekek szöb, szögseg bocsánat, rosszul, rosszul fogalmaztam, tehát szöksebessége és fordulatszáma, fogszámokkal fordítva arányos, mivel kerületi sebességük megegyezik. Tehát szögsebessége és fordulatszáma fogszámokkal fordítva arányos. Itt láthatjuk a leggyakrabban görgőhajtást. Tehát a görgők alkalmazásával csökken a veszteség. Lánckerék fogaival gördülő súrlódás is csökken. Kisebb a kopás, mindig más görgőfelület érintkezik a lánckerékkel. A görgő és a persai közötti olajfilm csillapító hatású. Itt lent láthatjuk a lánc hajtás áttételét. Nézzük is meg akkor a fogaskerék hajtást. A fogaskerék egy, egy tengerjel rendelkező gépelem fogakkal a kerülete mentén. Feladata az, hogy egy másik Alkalmasan elkészített alkatrészhez, által egy másik fogaskerékhez csatlakoztatva, forgatónyomatékot tudjon átadni egy másik gépnek? Megváltoztatva a mozgási jellemzőit, irányát, szögsebességét, nyomatékát, forgóról haladó mozgás jellegét, egymáshoz szorított fogozás nélküli kerekek is képesek a súrlódás segítségével a nyomatékot átvinni. Dörs hajtás. Azonban terhelés esetén csúsznak, ezért kopnak és melegednek. A fogaskerekek csúszásmentesen tudják ugyanezt a feladatot megoldani, és sokkal nagyobb nyomatékot is képesek közölni, ezért sorolják a kényszerhajtások közé. Tehát sokkal előnyösebb a fogaskerék a dörzshajtással szemben, mivel nem melegszik és nem kopik úgy. És akkor folytassuk is tovább ezt a fogaskerékhajtást egymáshoz közeleső párhuzamos metsző vagy kitérő tengelyek közötti mozgását vitelre használhatók csoportosítás. Hengeres fogaskerekek, kúbkerekes fogaskerekek, csigahajtás kitérő tengelynél. Tehát a hengeres fogaskerekek párhuzamos tengelyeknél, kúbkerekes fogaskerekek 90 fokos szögben álló tengelyeknél. Csigahajtás pedig a kitérő tengelyeknél. Homlok fogaskerék jellemzői. Itt ugye van a fogaskerék átterülete, görbülete, átmérője. Illetve nézzük inkább meg ezt. Szerintem ez a lényeg. Energiát vut el párhuzamos tengelyek között. Tehát külső hajtással, itt látjuk ezt nézzük most. Meg van belső hajtás. Tehát van külső és belső hajtás. Ez csak párhuzamos hajtásoknál lehet. Itt látjuk az ábrán is. Párhuzamos külső és belső hajtás. Energia átvitel egymás metsző tengelyek között. Tehát a hajtásvitel derékszögben metsző tengelyek között. A vitel nem derékszögben metsző tengelyek között, tehát itt a derékszögben metsző, ez meg nem derékszögben metsző tengelyek között van. De lehet ö, energiátvitel kitérő tengelyek közt is, tehát a vitel általános kitérő tengelyek között. Tehát ez itt láthatjuk az ábráját. Kitérő tengelyek között, és ugye hajtását vitel derékszögű kitérő tengelyek között. Tehát derékszögű kitérő tengely, általános kitérő tengely, derékszög, külső hajtás párhuzam, belső hajtás párhuzam, nem derékszögű. Tehát van derékszögű, nem derékszögű külső hajtás, belső hajtás, általános kitérő tengely és derékszögű tengely. És nagyjából ennyi is ez a tétel. Szerintem be is fejeztük ezt a 18. tételt, tanulását. Úgyhogy el is köszönnék, sziasztok, további jó tanulást!